Évet zárt a Rotary, a 16. charter alkalmával a Rotary Klub évet értékelt, és új tisztségviselőket jelölt ki a következő egy évre a Vármegyeházán. Éferce Marinus William leköszönő elnök nem csak a pozícióját adja át a következő szekszárdi elnöknek, hanem a megkezdett tevékenységeit is. Az elmúlt egy éves munkáját a Magyar District legjobb klubelnöke címmel ismerték el. Mi minden szekszárdiát talán az iskola támogatjuk. Ebből szeretném kiemelni a DNS Valéria általános iskolát, amelyik az igazgatónő mondta, ő szeretne bevinni a Rotary szemlélet az iskolába. És ez most folyik, ez egy hosszú táv dolog, ez nem egy év alatt fog sikerülni. És ez az általános iskola alatt ez a legsikeresebb számunkra. A másik, mi támogatjuk, ezek a gyerekotthonok a megyébe. Minden év küldünk egy gyerek egy sportnyelvtáborba külföldre, meg két hét tart. A maga a gyerek semmi nem kell fizetni. Ezt a támogatásból összehozunk. És támogattunk két középiskolák itt Szekszárdon. És ez durva, mint minden év megy. Ehhoz tettünk, hogy egy nemzeti amatőr páros tenniszbajnokság kezdeményeztünk, melyik már a következő elnök is fog folytatni. A Rotary Klub ünnepségén a DNS Valéria általános iskola gyerekei megmutatták tehetségüket. Egy rövid műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Éreztük mindannyian, hogy nem volt szabunk. Egyikünk sem kérte mégis, mind itt vagyunk. Picíny magból kikeltünk, mint nyíló virág, de a hány ember annyi féle csodálatos világ. A leköszönő elnök tevékenységéhez fűződik az új lovastábor is, mely idén június végén veszi kezdetét legelőször a Rotary fennállása óta. Ezen túl Éferce Marinus Williamet büszkeséggel tölti el a sikeres Rotary bál. Azt mondja, ilyen magas létszámmal a szekszárdi klub bálján még sohasem vettek részt. Közel 200-an voltak. A szekszárdi Rotary klub új elnöke Dobos Gyula lett, akinek nagyon sok terve van a következő egy évre. Egyrészt az összes olyan programot, ami a korábbi évtizedben, másfél évtizedben már polgárigot nyert, tehát hogy úgy mondjam bevált Szekszárdon, azokat megtartanánk, és helyette jó néhány területen újat. Tehát a karitatív tevékenységünk az változatlan maradna, a tehetséggondozási terület ugyancsak változatlan maradna, viszont a városszépítés területén lennének elképzeléseink. Az egyik ilyen, hogy a város történetek a kutatásával foglalkozók munkáját támogatnánk, éppen ezért a megyei helytörténeti pályázatba egyik kiíróként mi is belépnénk, a levéltár meg a másik kiírók mellett. A másik ilyen elképzelésünk az, hogy ha körbenéz a városban, akkor jó néhány épületen szerepel az, hogy mikor építették, ki építette, milyen funkciót látott el, de sok helyen még nem. Mi szeretnénk ezt pótolni. Ha megnézi Szekszárd köztéri szobrait, van, ahol ott van az, hogy mi a szobornak a neve, vagy ott van esetleg, hogy ki alkotta, vagy ott van esetleg, hogy mikor történt a felavatása, de hogy mind a három ott legyen, az elég ritka. Tehát ebbe is szeretnénk egy kicsit pótolni, hogy az idejövő turisták lássák, hogy végül is mit akar az a köztéri alkotás. Továbbá az elnök egy előadás sorozatot fog indítani Szekszárd és Tolna megye múltjából címmel. Neves történészek beszélnek majd saját kutatásaikról a római kortól napjainkig. Az elnöknek ezzel nem csak az a célja, hogy a megye lakossága jobban megismerje környezet a történelmét, hanem az is, hogy megnyissa a Rotary kapuit a tagok ismerősei, barátai és rokonai, továbbá a civil szervezetek előtt is. Az országos vezetőségben is változás történt. Ungvári Zsigmondtól Sólyom Bódog veszi át a kormányzást. Az én terveimet a világelnök határozta meg. Én az elmúlt időszakban két felkészítésen vettem részt Amsterdamba és az Amerikai Egyesült Államokba, San Diegóba, és ott határoztak meg, hogy mik világviszonylatban a fő célok. A fő cél az, hogy legyen több rotarista a világon. A világelnök egy Ron Burn nevezetű nyugdíjas jogász, aki egy szívélyes ember, és úgy határozta ezt meg, hogy világviszonylatban jelenleg 1,2 millió rotaristák száma,
De az elmúlt 10 évben a világ lakossága megkétszeröződött, viszont a rotaristák számában lényeges változás nem következett be. Ez, hogy kevés a rotarista, hogy ő mondta, ez hatványozottan jellemző Magyarországra. Azt tudom erre példaképpen elmondani, hogy a skandináv államokban egy rotaristára jut 350 állampolgár, Svájcban 600, Kanadában, Németországban 1000, Magyarországon egy rotaristára 10 000 ember jut. Ott van Szlovénia, ahol 2 millió ember él, és ugyanannyi rotarista van, mint Magyarországon. Több a rotarista a lakosság számához viszonyítva Horvátországba, Szerbiába, Romániába, de még Bulgáriába is. Ha hiszem, ezek az adatok magukért beszélnek, hogy Magyarországon tehát van mit tennivaló. Én azt kaptam meg fő feladatnak, hogy a rotaristák számát nem emelni kell ebbe az országba. A Rotary Klubnak, mint nagy nemzetközi szervezetnek több mint 200 országban van kormányzósága, Magyarországon közel 50 klubban rendelkezik.